Ez az álmok városa, kiégett arcok mámora, zenésznek indult, azt hiszem, de hát történt, Mária jó ember lett, nem szív, nem iszik esténként, a lelkét kivizik és elássa mélyre a föld melegébe. Nézd, most meghalt, hogy túladagolta az élet, és most nem mond semmit fél, hagyjunk ebben egy hibát. Nézd, most meghalt, vagy túladagolta az élet, és most nem mond semmit kell, hagyjunk ebben egy hibát. Teraszra néz rá a lámpa fénye, vagyis nézne, hogyha égne a karóca annak a rakétának, ami átrepít egy másik világba. Nézd, ez a kedvenc csillagom, nem piszkálom, úgy hagyom, hagyd ragyogjon fenn az égen, a legszebb fényében most égjen. Most égjen. De most meghal, vagy túladagolt az élet, és most nem mond semmit kellek, hagyjunk ebben egy hibát. Nézd, most meghal, vagy túladagolt az élet, és most nem mond semmit kellek, hagyjunk ebben egy hibát. Nézd, most meghal, vagy túladagolt az élet, és most nem mond semmit kellek, hagyjunk ebben egy hibát. Nézd, most meghal, vagy túladagolt az élet, és most nem mond semmit kellek, hagyjunk ebben egy hibát. Nézd, most meghal, vagy túladagolt az élet, és most nem mond semmit kérlek. Velem szemben itt a kis mini stúdióban pedig a Kovács Miklós bandájának két tagja. Fiúk, egy picit mutatkozzatok be, hogyha valaki még esetleg nem ismeri ezt az alternatív rock stílust. Mikor alakult a banda? 2019 elején alakult ugye ez az egész zenekar, és már előtte is gyártottam a számokat, és utána ismerkedtem ugye meg Balázsral, és így jött össze ez az egész, hogy ő pedig ismerte Ákost, a basszusgitárosunkat, és megnéztük, hogy hogy szól ez az egész egybe, és tetszett. Tetszett mindenkinek, úgyhogy csináltuk, és azóta itt vagyunk, és nyomjuk. Slam Poetry kapcsán igazából keveredtünk össze. Utána együtt leültünk Sóstó egy kis kedves kocsmájában, megbeszéltük a dolgokat, és azt mondtuk, hogy akkor lehet így kettesként elkezdjük komolyabban esetleg vinni az egész zenénést. Utána jött be a képbe, ahogy mondta is Miklós, ugye Ákos. Azt követően pedig lényegében így jöttek maguktól a dolgok, elmentünk koncertre, onnan hívtak másik koncertre, lehetőséget adtak nekünk, úgyhogy az egész így igazából magától ment. Mennyire volt nehéz egyébként ezt a három embert összehangolni, úgyhogy két ismerettség volt, és aztán nem csak az ismerettséget összehangolni, hanem ezt zenébe is átültetni. Balázs ugye már Ákossal ezelőtt zenélt, és én meg Balázsra, mielőtt Ákos is becsatlakozott, zenéltem elég sokat. Az elején kicsit ilyen nehézkesebben indult be, de utána teljesen simán ment az egész. Igen, egyébként ez hallatszódik is a zenéteken, hogy összeért igazából a banda. Ugye ti főleg saját dalokat írtok és adtok elő a színpadon, de azért vannak benne nagyon különleges versfeldolgozások is. Mi alapján választjátok ezeket, és ezeket hogyan dolgozzátok fel? Hát igazából amihez ihlet van, amihez éppen kedv van, amit tényleg úgy érezzük, hogy ez megérdemli, és ez fel kell dolgozni, azt feldolgozzuk. Van-e kedvenc versed, amit már feldolgoztatok, vagy amit esetleg mindenképpen szeretnétek majd később? Hát nagyon sok kedvenc versem van, nem igazán tudok választani. Balázs, te hogy állsz ezzel a kérdéssel? Hát én annyira versekbe egyébként nem mozgok olyan otthonosan, én inkább a dalokat, illetve zenéket szeretem hallgatni, úgyhogy nekem annyira nincsen ilyen téren favoritom, de Miklós ötletei egyébként alapvetően szoktak tetszeni, meg maga a stílus, illetve maga a hangulatvilág, amit Miklós szokott választani, az nekem is, Ákosnak is beszokott jönni, úgyhogy nem szokott ebből probléma lenni, hogy éppenséggel mit dolgozzunk fel. Most ugye egy darab szám van igazából, ami így feldolgozatként kikerült az internetre, ez az Őrizem a szemed a Diandrétől.
Ugye azt mondtad, hogy te főleg dalokat hallgatsz és onnan inspirálódsz. Kik a kedves csapatok, mi a kedvenc műfaj? Alapvetően ez az alternatív rock, ami így nagyon meghatározó volt az elején is, meg még most is. Azóta kicsit így elmozdultam, hát hogy komolyabb irányba, nem feltétlen mondanám ezt, inkább komplexebb zenei irányokba, de még mindig megvannak a gyökerek, tehát még mindig az alternatív rock bandák, akár hazai, akár pedig külföldi, még őket hallgatom szeretettel, és egyébként játszom is őket, hogyha úgy van. Miki, akkor gondolom, te sokkal gyakrabban olvasol verset. Igen, igen, mostanában eléggé rákaptam ezekre, és tényleg fontos is szerintem egyébként így a szövegírásban, mert úgy érzem, hogy mióta ezekkel foglalkozok, azóta sokkal kiforrottabb szövegeket is írok, és sokkal, sokkal jobbak, úgy érzem. Szép a szemed, szép a száj, nem részesül nirvánába, pláne, hogyha szép a lány, a sugélyes vagy bárban, és saját magát kitalálja az emberiség hagyba, talán egy erőszak a motorá, a pistike üruskára, úgy nézel ki, mint egy várna. Ugye nektek azért volt már koncertélményetek, szóval nem most álltok először színpadon. Mik voltak a legjobb tapasztalatok? Balázs? Hát, amit már említettem is, hogy ugyebár kisebb koncertekkel kezdtük az egészet. Egyébként azt kell mondjam, a helyek általában úgy szűkebbek, tehát nem fér annyi ember be, több is az ismerős, főként egyébként ugyebár ismeretségi körből vannak ott emberek. Azok a koncertek szoktak általában a legjobb hangulatúak is lenni, sokkal jobban el tudja mindenki magát engedni. Általában azok olyan koncertek, olyan koncerthelyek, ahol egy szinten vagyunk a közönséggel, tehát nincs egy kiemelt színpad, és akkor van, hogy Miklós mondjuk bemegy pogózni a gitárral, és akkor a többiekkel együtt. Nekem azok szoktak egyébként legjobban bejönni, de mikor nagyobb közönség előtt kell fellépni, vagy attól sem igazából óckodunk, ugyanúgy azt is ugyebár bevállaljuk. Próbákat is úgy szoktam általában elképzelni, kicsit így fejbe oda helyezem magam, mint hogyha már fellépés lenne, és akkor hogy azzal hát így buzítom a többieket is, akár csak próbákon is, hogy mindent adjunk bele az egészben. Ugye ti az egész csapat, mind a hárman nagyon-nagyon fiatalok vagytok. Hogy fér ez bele egy ennyire szemtelenül fiatal srácnak az életébe, hogy zenéljen, és egyébként ilyen magas színvonalon zenéljen? Szakítunk időt. Én úgy gondolom, minden embernek arra van ideje, és arra van kapacitásra, amire akar, és amire szakít időt. És tényleg minél több időt fetszolunk bele, meg energiát, annál jobb lesz, és annál jobbak leszünk. És tényleg, amit mondtál is már, hogy mostanra érzem úgy én is, egy kicsit így összefort az egész zenekar, és hát ez nem véletlen, mert nyilván belefektetjük az energiát és az időt. És mi a terv 2021-re? Ez egy jó kérdés. Már összeírtuk. Decembernek a végén csináltunk egy ilyen alkotótábor-szerűséget, ahol összeraktunk egy kis lemezt, Gondolkodó Presszó néven, és ezt hamarosan majd tavasszal fel fogjuk venni. Ez az egyik nagy célunk, hogy ezt kirakjuk, illetve a különböző tehetségkutatókra indulni, például a Hangfoglaló, a Fishing on Orfűnek a tehetségkutatója, és majd hát a 22-esben esetleg szerepel majd a dal is, amiben szeretnénk indulni, szeretnénk kipróbálni magunkat. És nagyjából így ennyi, meg hát minél több koncert. Nyilván, hogyha lesz rá lehetőség nyáron, és feloldódnak a korlátozások, akkor minél több helyre menni, akár Nyíregyházán belül, illetve még azt is felírtuk, hogy összeírtuk ezeket a dolgokat, azt is felírtuk, hogy szeretnénk Nyíregyházáról kicsit kilépni, mert nem igazán volt eddig koncertünk csak Nyíregyházán, és szeretnénk ezen változtatni. Debrecen, Budapest, esetleg Miskolc, tehát, hogy ilyen vidéki koncerteket is, illetve a fővárosba is. Én azt gondolom, hogy ezek a tehetségkutatók, ezek mindig nagyon jó ugródeszkák lehetnek egy tehetséges kezdőcsapatnak. 10 év múlva hol fogunk ülni, és miről fogok beszélgetni a Kovács Miklós bandája tagjaival? Balázs? Hát lehetséges, hogy ugyanitt fogunk ülni. Csak mondjuk 3-4 album után, mondjuk egy nagyon jó koncert, tehát követően. Reményeink szerint. Mit kezdjek most tűnő múltal, tágas kollektív tudattal, holnap már úgysem érdekel. Rájövök, hogy nem ismerem magam, de minden tegnap mégis ma van, ezt már nem felejtem el.
gyújtatnánk egy cigit hát, ha az alvó fény a pupillátban ébredne fel. Rájövök olykor, hogy szerelmes vagyok beléd a világ, most mindent akarok, ami létezik, s a többi nem érdekel. Itt ragadtam egy rózsafába zárva, meg annak néhány lehulló magjába. Itt ragadtam egy rózsafába zárva, meg annak néhány lehulló magjába. A műsor felvétel helyszínét a Klub Hollywood biztosította.